Az utolsó szombathelyi edzésnap előtt hétfő reggel tartottak sajtótájékoztatót a Dobó SE központjában. A Vasi Sportegyesület őrzi a 25 éves hagyományt, és idén is delegál sportolókat az ötkarikás játékokra. Gyurács Réka és Halász Bence már 2019 nyarán kivívta a részvétel jogát. Ennek köszönhetően olyan nagy klubtársak mellé iratkoztak fel, mint Pars Krisztián, Dívós Katalin és Gécsek Tibor. A koronavírus járvány miatt az eredeti dátumhoz képest egy évvel később, 2021. augusztus első napjaiban állhatnak dobókörbe a szombathelyi kalapácsvetők Tokióban. Gyurács Réka örül a halasztásnak. Úgy gondolom, hogy nekem mindenképpen jól jött. Szerintem jól jöhetek ki abból, hogy egy évvel elhalasztották az olimpiát, hiszen így rendbe tudtam tenni a mozgásomat, úgy érzem, úgyhogy remélem, hogy most már eléggé stabilizálódott annyira, hogy egy ilyen kiélezett helyzetben is elő tudjam húzni a legjobb mozgásomat aznap, és ez talán egy jó eredményhez is vezethet. Bizakodó az ötkarikás játékok kapcsán a klub másik olimpikonja, Halász Bence is, akit azonban sérülések hátráltattak a felkészülés során. Nagyon nehéz év volt, de én úgy gondolom, hogy még így is nagyon szép lehet ez a vége, és én mindent megtettem annak érdekében, nagyon sokat dolgoztam azért, hogy jó legyen. Amelyik időszakban éppen egészséges voltam, akkor lehet, hogy még a normálisnak a dupláját is edzettem. Szóval azt várom, hogy kijöjjön ennek az eredménye, és akkor az nagyon szép lehet. A Dobó SE két kiválósága Németh Zsolt vezetőedzővel már hétfő este útnak indul, hogy Japánban 10 napos akklimatizációs időszakot követően beköltözzenek az olimpiai faluba. Az ötkarikás játékokon a szombathelyi kalapácsvetők augusztus 1-e és 4-e között lépnek majd dobókörbe.